Kényszerleszállás, teheremelés, éjszakai repülés. Ilyen feladatokat gyakoroltak a légirendészet helikopterpilótái egy héten keresztül a Siófok-Kiliti reptéren. A kiképzésen elméleti és gyakorlati tudásukról is számot adnak ilyenkor a légizsaruk. 300 kg külső terhet emel a magasba ez a helikopter. A kiképzésen számos olyan feladatot kell gyakorolni a pilótáknak, amin akár emberéletek is múlhatnak. Ezért parancsnokuk szerint csak a 100%-os teljesítmény fogadható el. Emellett a vészhelyzetekre is fel kell készülniük. Meghibásodás mindig előfordulhat. Ilyenek lehetnek a hajtómű leállás. Egy hajtómű leáll, elvileg nem tud repülni a helikopter. Ebből le kell tudnia szállni a pilótának minden komolyabb sérülés nélkül. Neki is túl kell élni, meg a légijárműnek is túl kell élni. A rendőrpilóták munkája sokrétű. Feladataik közé tartozik a civil repülés, például a magángépek ellenőrzése, hiszen a repülésben is vannak közlekedési szabályok, de az autópályán gyorshajtókat is kiszűrhetik. Nemrég a déli határvidéken is szolgálatot teljesítettek, a magasból derítették fel az illegális határátlépőket. Ezt a helikopterre felszerelt speciális hőkamera és reflektor is segítette. A pilóták többsége a hadseregből érkezett. Nagyon komoly orvosi vizsgálaton esünk át minden évben, illetve hát a rendőrségben, ugyanúgy, ahogy a seregben, bizonyos fizikai követelményeknek is meg kell felelni, amiről minden évben számot kell adni. A légirendészetnél jelenleg 11 pilóta és 8 helikopter szolgál. Egy helikopterrel nyáron a Balatonnál is folyamatosan jelen vannak, a vízirendőrök munkáját segítik, illetve tömegrendezvényeket biztosítanak.